Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámhír szeptember 26-ára. Mi, hölgyek, kezünkbe vesszük az eseményeket, irányítjuk a dolgokat. Mi evezünk itt, ezen a folyón, ahogy a képen látható. Az a fontos, hogy meglegyen a biztonság érzete, ami a párkapcsolatot illeti, ami a munkát illeti, ami az anyagiakat illeti. Mi, hölgyek, rendezzük most a dolgokat, irányítjuk az eseményeket. A férfiak egyet értenek ezzel, hiszen nem lesz most vita vagy veszekedés. Fontos a kommunikáció, és az is fontos, hogy legyünk diplomatikusak. Az élet tükröz számunkra most valamit. Ez nem csak bennünket, hölgyeket illet, hanem a férfiakat is. A nap szemben áll Jupiter bolygóval. Itt tükröződik valami. A nap az megvilágítja az eseményeket. Azt is jelenti, hogy tisztán látjuk a dolgokat. És a nappal szemben Jupiter bolygó vagy szerencsét hoz, meg lesznek a lehetőségek, lesz egy új ajánlat, de bele kell nézni ebbe a tükörbe. És akkor észrevesszük a dolgokat, hogy itt lesznek jó lehetőségek, sőt, lesz szerencse, hiszen Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. Amit Jupiter bolygó még jelenthet, az igazság vagy az igazságtalanság. Ez lehet egy bírósági ügy is, ahol szintén tükröződik valami, a nap megvilágítja az eseményeket, tisztán fogjuk látni a dolgokat, vagy a bíró látja így a dolgokat. Ez is lehet. De nem biztos, hogy itt bírósági ügyről kell, hogy legyen szó. Ez lehet egy bizonyos helyzet is, amit eddig igazságtalannak láttunk, és most odafigyelünk a dolgokra, rendezzük ezeket az eseményeket. Védjük magunkat, vagy kiderül az igazság, de ehhez az kell, hogy belenézzünk ebbe a tükörbe, ebbe az irányba tekintsünk, hiszen Jupiter bolygó és a nap szemben áll, és itt tükröződik most valami, amit ez az opozíción még jelent a nap és Jupiter bolygó között, ez olyan, mint a mérleg. Kell egy arany középút, és itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset, nem kell eltúlozni a dolgokat, de nem szabad elrohanni az események felől sem. Amit ez a mérleg még jelenthet, a belső egyensúly és a belső harmónia. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!